Jó napot kívánok, Meissner Katalin vagyok, táplálkozási tanácsadó, és most egy földközi-tengeri ételt fogok készíteni önöknek. Halfiléből csináljuk, lehet tengeri halat és lehet édesvízi halat használni. Most egy bonty-filéjét készítjük el különböző fűszerekkel, fokhagymával. Ehhez egy rizsételt készítünk hagymával és mandulával, és egy salátánk lesz még. Először besózzuk a halat, utána rá szórjuk a fűszerkeveréket. Jó vastagon, megint csak ne sajnáljuk, szinte egy réteget képezzen a halon. És a fokhagymát pedig lereszeljük, minél több fokhagyma lesz rajta, annál jobb lesz. Fokhagymát és ezt a fűszert jól bedörzsöljük a halban. Ha pikelyes volt a halunk, akkor nem muszáj leszedni, mert ez le fog sülni az edény aljára. Akkor betesszük a sütőbe. Rizsételhez bő vízben megfőzzük a rizst, és azt szépen elterítjük egy jénai tál alján. Nem kell teljesen szétfőzni, vigyázzunk, hogy egy kicsit még a rizsszemnek a közepe kemény maradjon. Rászórjuk a mandula szemeket, ezeket egy kevés vajban meg is lehet pirítani, akár 100-120 g vajban 3 nagy kockára vágott hagymát megfonnyasztunk, de vigyázzunk, hogy színt ne kapjon, és ezt rámerjük a tetejére. Ezt is betesszük a hal mellé a sütőbe. Tehát egy sült fügét fogunk készíteni, amihez a gyümölcsöket félbevágjuk. Ez a legjobb köret, ha hús, hal, illetve bármilyen fehérje tartalmú ételt készítünk, mert a füge semlegesíti mindazokat a fehérjéket, segít a feldolgozásukban, amit ezek az ételek tartalmaznak. Kicsit megöntözzük a tetejét olívaolajjal, és ezt is betesszük a hal mellé a sütőbe. Ha fehérjében gazdag ételt készítünk, halat, húst, akkor mindig legalább ugyanolyan mennyiségben legyen mellette valamilyen saláta. És legjobb, hogyha ezzel kezdjük az étkezést. A salátára inkább citromlevet tegyünk, ugye savanyú, de mégis a szervezetben lúgos lesz, és segít a savas ételek lúgosításában. Saláta hozzávalói, néhány salátalevél, néhány durvára vágott, egy, nem is néhány, hanem egy csokorra való egy nagy marék petrezselyem zöldje, rukkola, ami szintén szélesebb csíkokra vágunk. Ezután teszünk bele fekete olajbogyót, zöld olajbogyót, és egy-két paradicsomot. Ezek a zöldségek harmonikusan kiegyenlítik egymást, viszont bármilyen hihetetlen is, ugye nagyon sok salátában keveredik a paradicsom és az uborka, ezek együtt nehezen emészthetőek. Viszont a célunk ezzel a salátával, hogy az egész ebédünk könnyen emészthető legyen. Megöntözzük citromlével, meglocsoljuk olívaolajjal, egy kicsit megsózzuk. Ezután könnyedén összekeverjük. Tehát a petrezselyem salátához lecsipkedtük a szárát a petrezselyemnek, mert az nagyon rostos és nehezen emészthető rostot tartalmaz. Teszünk hozzá egy kevés piros paprikát, körülbelül egy fél teáskanálnyit, egy csipetnyi erős paprikát, fél citromlevét, kevés olívaolajat, és hogy szép kontrasztot alkosson, fekete színű olajbogyót. Egy kevés sót, ezt összekeverjük. Thank you.
vágyott ehhez az ebédhez. Most, hogy elolvastam a receptet, tulajdonképpen már húzom is ki a dugót egy általam kigondolt borból. Ez egy badacsonyi rizling lesz a Szeremlai pincészettől. Szép az illata. Azért erre a borra esett a választásom, mert tulajdonképpen nagyon sokszor kipróbáltam, balatoni halakhoz nagyon szépen passzol. Ez a Szeremlei Riesling a badacsonyi hegyvidéken készült, a Szeremlei Huba pincéjében. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az elmúlt 15 esztendőnek egy nagy klasszikusa ez a bor. Badacsonyi borvidéknek a felvirágzása egyrészt ennek is köszönhető. A Huba 15 esztendeje készíti, és első időszakukban az alapanyagot úgy vásárolta fel a környékbeli termelőktől, akiktől nem sajnálta a dicsőséget, ugyanis a boros magazinokban rendszerint megjelentette a termelőknek a névsorát, ez történetesen 115 termelőt jelentett a Baracsonyi környékén. Maga a bor az nagyon szép ásványos jellegű, a termőhelyből kifolyólag, ugye tudjuk, hogy Baracsonyban nagyon gyönyörű maga a termőhely, nagyon sok ásvány tartalmaz a talaj, az altalaj, és ennek köszönhetően a bor is tovább hordozza ezeket az ásványos ízvilágot. Nagyon szép fiatalos savai vannak, hordós érelést is érzünk, hogyha szájba vesszük, és a szájban ki tudjuk analizálni ezeket a nagyon szép keserű mandulára, ásványosságra, kicsit sósabor, ezekre hajlamos ízeket és zamatokat. Valószínű, gondolom én már összetudtam fejben kóstolni, valószínű nagyon jó lesz ehhez a halételhez, amelyhez majd Katrin asszony ilyen mandulás rizst ajánlotta, mandula, keserű mandula, majd valahol fognak ezek találkozni a szánkban. Kedves egészségükre!